A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai adásban ismét a harcművészetről beszélünk, és ez korántsem véletlen, hiszen a harcművészet fegyelemre tanít, növeli a koncentráló képességet, fejleszti az állóképességet, egyensúlyt és gyorsaságot, és hát természetesen már azt is tudjuk, hogy ez nem csak technika, hanem életszemlélet is. Vendégem pedig Hegedűs Ferenc, tisztelettel köszöntelek, és Tátrai Dávid. Tehát mester és tanítványa újra így ebben a formában együtt. Azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat mindkettőtöknek. Fontos, hiszen amikor azt mondjuk, hogy az indítatásról beszélünk, akkor nagyon jó megélni azt, hogy egy tanítvány sikereket ér el. Hiszen ez bizonyos értelemben az alapvetése mindenkinek. Hiszen ez egy művészet, azért valljuk meg. Egy rövid vallomást a mindennapos gyakorlásról egykor Liszt Ferenc ezt mondta, érdekes összefüggéseket lehet találni. Ha egy napot nem gyakorolok, azt már észreveszem, ha kettőt nem, azt már a szakma is hallja, ha hármat, azt már a közönség is észreveszi. Ez bizony így van a harcművészetben is. Kezdjük azzal, hogy mielőtt majd az eredményekről beszélünk, hogy mi volt az az indítatás, hogy fedezel fel fiatal tehetséget, mi minden kell ahhoz, hogy aztán egy bizonyos cél mentén elérjék azt az eredményt, ami aztán közkincsé teszi a lelkében, és azt hiszem, hogy az eredményességében is egy fiatalt. Hát a legfontosabb dolog, amit nagyon-nagyon tudni kell, hogy kiválasztom a tanítványaimat, tehát nálam nem úgy van, hogy bejövök az edzésre, és akkor már következő héten már tudok jönni edzeni, hanem nálam nagyon kiegyetlen fegyelmi próbák vannak. Tehát ez azt jelenti, hogyha én azt mondom, például valaki akar jönni hozzám edzeni, ha is mondjuk olyan 18-20 éves korig, tehát mondok egy számot, hogy 18 és 20 éves között van, akkor az azt jelenti, hogy akkor megmondom, hogy 6 hónap múlva jöjjön oda hozzám, és 500 fekvőtámaszt nyomjon le egybe. Ha ezt meg tudja csinálni, akkor járhat hozzám, de akkor, hogyha megnéztem mindent, tehát a családi állapottól kezdve mindent meg kell néznem ilyenkor, pontosan azért, hogy teljesen tiszta legyen. Tehát ne legyenek problémák azzal kapcsolatban, hogy most akadályokba ütközzön az a komoly munka, amit én beleteszek, belefektetek egy gyerekben, egy gyermekben, vagy akár a tanítványaimban. Most nem szoktam azt mondani, hogy gyermekben, hanem azt szoktam mondani, hogy gyerekeim. Mindenki a gyerekeim. Tehát teljesen mindegy, hogy most 51 éves vagy 70 éves, hiába 70 éves valaki és hozzám jár, akkor is a tanítványom és a gyerekem. Tehát amikor eljön hozzám és ugye meg kell néznem, hogy mire képes, akkor először is az alázatosság, ami nagyon fontos számomra. Tehát ennél fontosabb dolog nincs az alázatosságnál. Tehát ha nincsen benne alázatosság, akkor belenevelem az alázatosságot. Ha viszont úgy érzi, hogy ő még nem tört meg, tehát most nem kicsi gyermekekről beszélek, hanem nagyokról, mert kicsik azok egy más világ, hanem ugye a nagyobb gyermekekről beszélek, akik ugye 16 év fölöttiek, akkor általában mindig azt nézem, hogy próbáljuk betartani a szabályokat, hogy alázatos legyen. Tehát ez nagyon fontos dolog. Tehát ennél fontosabb nincs először is az alázatosság. Ha ez nincs meg, akkor én megtöröm. Na most a megtörés az nem úgy működik, hogy én most fogom, és akkor most fenyítés, meg ilyenek nincsenek. Hanem egyszerűen olyan technikákkal dolgozunk, mi kung-fu mesterek. Most már merem azt mondani, hogy kung-fu mester vagyok. Régen nem mertem mondani, sőt, mindig féltem tőle azt mondani, hogy kung-fu mester. Mert a mesteri szó az valahol bűvészet, és egy nagyon komoly dolog. És amikor az ember neveli a tanítványokat, akkor ugye mindig attól fél, hogy
mikor, hogy miért ne menjen a Ferde útra tanítvány. És azért én 650 tanítványnál többet neveltem, és ezek közül egyetlen egy talán, akit azt lehet mondani, hogy Ferde útra ment. A többi az mint tökéletesen családot alapított, családalapítástól kezdve nagyon fantasztikus családok lettek, és meglátogattak, oda jönnek hozzám. De visszatérek arra, hogy mi kell még hozzá. Az alázatosság az a legalapvetőbb dolog, és arra, ahhoz még hozzájön az, hogy szeretné ezt csinálni. Most csinálhatja, de ez attól függ, hogy mennyire komolyan gondolja ezt. Tehát nagyon fontos, hogy az élete részévé váljon a kungfu. A kungfu az olyan, mint a sivatagban a víz. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ha a kungfut nem dolgozzuk, nem csináljuk, nem gyakoroljuk a tanítványaink, akkor el fogják hagyni őket. Megértem. A kungfu el fogja hagyni őket. Tehát cserben hagyja őket. Tehát egy egyensúly gyakorlatnál, tehát nagyon fontos az, hogy akaratos legyen. Nagyon fontos az, hogy ő legyen a legjobb. Tehát mikor azt mondom, azt kérdezem a tanítványtól, ki a legjobb. Én. Tehát itt nincs olyan kérdés, hogy mi, vagy nem. Itt csak egy dolog van. Én. Tehát az én központuság az nagyon fontos. Dávid, mi volt a te indítatásod? Kezdjük azzal, tehát miként választottál sportágat, és miként döntötted el, hogy én leszel? Én elsős koromban általános iskolában vincsunoztam 5 évig, így már nagyon kicsi gyerekként ugye megismerkedtem a keleti kultúrával, a kungfuval, harcművészetet nem említeném, mert ugye inkább akkor maga a mozgás volt a lényeg, és nem nagyon tértünk ki arra, amire a mester ugye vezetett minket. És 8-as voltam, közte aikidoztam, zongorával, zenével is foglalkoztam, csak hogyha így már így megemlítette Liszt Ferencet. És 8-as koromban találkoztam a mesteremmel, akkor még a vasvári gimnáziumban voltak az edzések, és ugye Tátrai Réka, húgom oda járt talajtornára, aki azóta megnyerte a Fehérvár táncosát is. És volt egyszer egy alkalmam, hogy elkísértem az edzésére, és édesanyám mondta, hogy már a kis teremben, hogy kungfúznak, hogy nem akarom megnézni, mert tudta, hogy még mindig érdekel a kungfú, a keleti kultúra, de valamiért szünetet tartottam. És akkor oda mentem a mesterhez, és érdeklődtem, hogy elmondtam neki is azt, hogy eddig miket csináltam, és hogy megnézhetek egy edzést. És abban a kivételes helyzetben voltam, hogy mester azt mondta, hogy látott bennem már akkor valamit, amit azóta én is kezdek látni magamban, hogy kiválasztott a kungfu, hogy érdemes vagyok, hogy a mester engem taníthasson. És most 6 évet foglalkozom harcművészettel, hiába említettem, hogy 8-as koromban kezdtem, akkor maga a mozgás is, maga az ismerkedés a saját lelkeddel, a saját testeddel, a korlátaiddal. Miután ez megvan és átlép az ember a 18, most így életkorban a 18, amikor az ember testileg válik felnőtté, attól még tudatilag és lelkileg nem biztos. És nálam ez 20 éves koromban állt be, amikor rájöttem arra, hogy nekem ezt folytatnom kell, hogy csinálnom kell. Tehát tulajdonképpen a folyamatos fejlődés záloga a mentális egészség. Igen. Az a fajta tudatosság, amelyet tőled tanulnak ugyan, de folyamatosan önmagában a nap 24 órájában fejleszti. A srác, lány, teljesen mindegy. Igen, a kungfu az nem lehet abba hagyni. Tehát a kungfu az mindig mellettem van. Tehát a kungfu abban a pillanatban, amikor én elhagyom a kungfut, abban a pillanatban a kungfu ezt meg fogja torolni. Tehát, hogy mondjam, megtorlás az azt jelenti, hogy például nem sikerül az a technika, amit szeretnék. Tehát mindig azt szoktuk mondani, és nem csak ilyen mindenki, az összes nagymester azt mondta, még maga Albert Einstein is, hogy a sokszori tanulásnak, illetve nem a tanulásnak, hanem az ismétlésnek az atya a mesteri szint. Milyen kihívások értek időközben? Hiszen itt egy folyamatról beszéltünk, amit most elértél egy bizonyos szintet, és nyilvánvaló, hogy ez megerősít,
ugyanakkor a kihívásoknak kell szentelni minden egyes pillanatot ahhoz, hogy ez valóban megtörténhessék. Téged értek ilyen, olyan, amikor azért negatív spirálba kerültél bizonyos értelemben? És ezeket hogy vészelted voltak, át? Voltak nagyobb spirálok, ilyen negatív spirálok, ahogy ön említette, és voltak kisebbek, mert minden nap, napi szinten van olyan, amikor az ember valami olyan dologba ütközik, ami nem engedni azt, hogy megcsinálja. A legelső a számomra, amikor először kellett kümitéznem, küzdenem, és ugye le kellett vennem a szemüveget. Én nem szeretem magát azt a tudatot, hogy szemüveges vagyok, de amikor ugye leveszem, akkor rá vagyok arra kényszerítve, hogy igenis, én sajnos gyengébb látó vagyok. De szerencsére azoknak a technikákat, amik mester átadott és megtanított, úgymond az érzékelésem az sokkal jobb. Nem a látás, nem a látásom jobb, hanem maga az érzékelésem, hogy honnan jön egy ütés, honnan jön egy rugás. De ezt mire ki tudta mester nálam fejleszteni és segített engem ebben, addig nagy lelki fejlődésen is keresztül kellett mennem, mert így visszagondolva ez a szemüveg, ez a rossz látás, ez engem lelkileg jobban megterhelt, mint ahogy én azt gondoltam akkor. Tehát mentális problémák. Mentálisan akkor jobban megterhelt, és így most így felnőtt fejjel, ezt így érzékelem, hogy az nem adta meg azt a magabiztosságot, amivel ma már rendelkezem, és amivel kimondom, amikor a mester megkérdezi, hogy ki a legjobb, én. Tehát tulajdonképpen a mentális egészséghez hozzátartozik az is, hogy egy bizonyos szint után, jószerűen játékosan mondom, csukott szemmel is végre tudod hajtani azokat a gyakorlatokat. Ez mikor következik be, ezt a mester érzékeli, vagy maga a harcművész fiatal? Tehát nyilván a mester előbb látja, de mikor tudatosul benned is, hogy ez most már elérkezett az a pillanat, hogy akár mondom csukott szemmel is végre tudod hajtani, ami abban a pillanatban fontos. Ez akkor tudatosul bennem, hogy ő tudja, amikor előbb csinálja meg a gyakorlatot, mint amit mondanék. Na, akkor már tudom, hogy már mester szinten van abban a technikában. Így van? Ez nyilván így van. Mester, ezt nálam kívül ezt így másképpen látja. Nálam ez már így jön, érzem, hogy mikor kell. Nem tudom másképpen szebben kifejezni, ez egy érzés, ami belülről jön, és előtör az emberből, hogy akár egy számolásnál is, rugásoknál, amikor már rugom, mert már hallom, hogy mester mondja az, hogy így, ni, szán. Iorszán. Igen, elnézés, mester. De már a lábam már mozdul, és már megrúgtam azt a rugást. Az öltözékről beszéljünk egy kicsit. Az nyilván megerősítést jelent, hiszen ide is egy olyan öltözékben érkeztél, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos számodra a mindennapokban is. Ez igazából a díszruhánk, a dísz kung fu ruhánk, de a legfontosabb, amire mindig büszke vagyok, és hordom, az ez. Tehát ez egy felirat. Ez a felirat. A hosszú út. A hosszú út. A hosszú út elmond mindent arról, amit a fiatalok megtesznek, és ami még előttük áll. Igen, amikor elkezdem az utat, akkor elkezdek rajta gyalogolni. Amikor meditálok, akkor egy úton megyek végig először, ott kezdem, és egy kapuhoz érek, ami kinyílik majd, és kitárul a világ a meditáció. A meditáció, ez egy fantasztikus élmény. A legelső dolog a meditáció, amit megtanul egy tanítvány, majd pedig utána jön a musin állapot. A musin állapotot fogják tanulni most már, Dávidék, ami a legkomolyabb dolog, ugye, amivel ugye én is a különleges technikáimat csináltam meg. Most nagyon gyors a Dávid, tehát azt tudni kell, hogy Bruce Lee-nak a technikáit, tehát inkább úgy mondom gyorsaságát próbáljuk átadni. Bruce nagyon gyors volt. Bruce Lee, mindenki ismeri azt hiszem a harcművészetben, ő a kung fu császára, így mondták a világban, nem csak a mozivásznon. Sokan el vannak tévedve avval kapcsolatban, hogy ezt még el akarom mondani benne, hogy Bruce Lee
Hát csak a mozivásznom volt nagyon komoly, ez nem igaz. Az életben tökéletesen ugyanilyen gyors volt, mint kint a mozivásznom. Sőt, amit tudni kell, hogy ő egy másodperc alatt 9-et kiütött. Na most az nagyon sok, az rengeteg. Tehát egy ember 9 ütést ki tud ütni egy másodperc alatt, az már nagyon gyors. Tehát ott már komoly dolgok vannak, és 0,3-nál az emberi szem nem érzékeli az ütést, nem látja. Most jelenleg világon egyetlen egy hölgy van, akkor ugyanezt meg tudja csinálni, mint Bruce Lee. Ő egy kínai hölgy, aki úgy megcsinálja a technikát, hogy videó is van róla, hogy megüti a technikát, de csak azt látja mindenki, hogy odaérkezett mert be van hintőforozva a keze, és odaérkezett arra pontra az ütés, amit eltalált egy embernél, egy tornál. Most Dávidnál az a lényeg, hogy a Dávid kifejlesztett egy technikát. Ez a technika a tudatos félkész technika. A félkész technika a legfontosabb dolog a világon a harcművészetben. Tehát én úgy tanultam meg a félkész technikát, hogy elkezdtem gyakorolni, és minden technikákra építettem a következő technikát. Dávidnál nem így működött. Dávidnál úgy működött, hogy visszafele épült. A legkomolyabb technikával kezdtük, és a legalapvetőbb technikát tanulja most. Ő nem érti, úgy érzi, hogy visszafele fejlődik. Pedig nem visszafele fejlődik, hanem a legnehezebb dolog az, amikor az embernek a türelmet próbálom lenyugtatni, a feszültséget. Tehát amikor egy tanítványban feszültség van, idegesség van, akkor az a tanítvány nem mesterszintű. No, honnét jött a gondolat, hogy ezt a technikát te tökélyre fejleszt? És mert nyilván ez egy folyamat, tehát fejben dől el, viszont technikailag meg kell csinálni fizikálisan. Tehát ott azért különbség. Hogy kezdődött? Arra ébredtél, hogy ez számodra, vagy egy edzés közben jöttél rá? Tehát mi volt a motivációd? Kiskoromban én is ugye nagyon sok Bruce Lee, Jackie Chan, kínai harcművészetes filmet láttam, és egyik edzésen még nagyon fiatal voltam, és csináltuk a technikákat, amit mester mondott, hogy akkor azon az edzésen kész technikák vannak. És nagyon érdekesen fog hangzani, amit most mondok, de ez teljes mértékben így történt. Olyan érzésem volt, mintha én már azt a technikát ismerném, mintha már a testem ismerné. És elkezdtem még jobban érdeklődni utána, mester látta, hogy mekkora energiát fektetek bele, mennyire érdekel, és elkezdett nekem róla beszélni is, meg elkezdett engem tanítani is. Mert mindenki látja mester, hogy ki miben lesz jobb, vagy miben jobb. És látta, hogy én hamar megtaláltam az, ami az én utam lesz, és elkezdett velem foglalkozni, és elkezdett engem tanítani. Mindannyian a hosszú útba tartozunk, egy család vagyunk, egy kung fu család vagyunk, de az nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanaz az útja, hanem inkább ezen az úton próbáljuk egymást segíteni, mesterre a tanítvány a mestert, mert egy nagy család vagyunk és összetartunk. Dávid, az megerősítést jelent, hogy megtaláltad az utad? Ez számomra egy nagy megerősítés jelent. És miként vélekedik erről a mester? Hiszen a cél voltaképpen ez, hogy mindenki megtalálja a saját útját, ami illik hozzá, ami a hétköznapokon 0-tól 24 óráig vezeti a cselekedeteit. Hát igen, a kung fu nagyon egyszerű megtanítani, főleg, hogyha a tanítvány még profi is gondolkodásban, de viszont az életmódban megtanítani nagyon nehéz. Tehát azt nem egy mester tanítja meg, hanem inkább maga a diáknak kell rájönni, hogy hogyan lehet beleültetni az életbe. Úgy, mint például én, amikor ugye munkában dolgoztam, és akkor ugye két létre fel volt téve, és a két létrán az egyik létrán az egyik lábam, a másik létrán a másik lábam, ugye, és párgában voltam, és úgy fúrtam a plafont. Na most ezt bejött oda egy dolgozó ember, akkor azon gondolkodott, hogy hát ez micsoda. Nem értette, hogy miért így van.
Hát azért, mert éppen edzettem közben. Tehát attól még ugyanúgy ment a munka, ugyanúgy gyorsabban ment a munka. De ugyanezt neki is ugyanúgy a saját speciális dolgait bele kell, hogy építse, amivel fejlődni fog még jobban. Tehát amikor például, ami a legfontosabb dolog, a gyorsaság. Tehát a gyorsaságot nem csak oda kell megtanulni, hogy én gyors vagyok és hatékony vagyok, és jól tudok védekezni és jól tudok támadni, hanem gyors vagyok abban is, amit csinálok. Tehát ha valamit megkérnek, csinálja meg gyorsan, precízen, pontosan. Tehát ezt megtanultad, nyilvánvaló, Dávid. Hogyan tovább? Hiszen nagyon fontos, hogy tehát elértél egy bizonyos szintre, és a szintet azért továbbra is lépni kell, hiszen itt nem fogsz megállni. Milyen terveid, álmaid vannak, és mi mindent kell tenni azért, hogy ezek megvalósuljanak? Ez mindkettőtökhöz szól, ez a kérdés. Hát akkor én kezdem szerintem abban, hogy a kung fu világbajnokság 2 év múlva lesz, és nagyon nem is egyszerű, és világbajnokságról beszélek, mert ugye minden évben van. Csak azt tudni kell, hogy ez a World Champion, ez egy nagyon komoly világbajnokság, mert itt mindenféle harcművészet megjelenik. Tehát itt a kung fu-tól, a jiu-jitsu-tól kezdve, a thai-box-tól kezdve, az aikido-tól minden létezik. És a kung fu-nak is a still defense változata, tehát a still defense, tehát az, hogy az önvédelmi része. Na most nekem az a fontos, hogy ott, amikor a világbajnokságra elmegyünk, akkor olyat lássanak a Dávidtól, amit soha senkitől nem láttak még. Na most ez nekem a gyorsaságon múlik. Tehát ha a Dávid ugyanazt el tudja érni, amit én szeretnék, azt a gyorsaságot, akkor én azt gondolom, hogy olyat fognak látni, mint tőlem, mikor én kint voltam, amikor ugye sokan felrakták a lábukat, és ugye rugdalták a levegőt, egy 3-5-6-8-10 rugást megcsináltak. Én a lábam felraktam, és 6 percig, plusz még beszéltem is közben mellette. Tehát ez egy fantasztikus élmény volt mindenki számára, hogy az én lábam milyen magasan fönt van, de közben ugyanúgy beszélek tovább, és magyarázom a technikát. Most a Dávidnál a gyorsaság a legfontosabb. Nekem az kell, hogy ő paraméterekben csak 10 centivel ment el Bruce-tól. Tehát az azt jelenti, hogy mint ízületre, mint izomra, mint csontozatra a Dávid tökéletesen megfelel Bruce-ra. Nem Bruce Lee-t csinálok belőle. Tehát nehogy eltévedjenek az emberek. Marad Dávid, de a Dávidban egy olyan technika fog megszületni, amit mások még soha az életben nem csináltak meg. Dávid? Nagyon nagy példaképen Bruce Lee és... Kis sárkány. Ezért is hívott először. Amikor először mester engem kis sárkánynak hívott, vagy azt mondta, hogy hasonlítok Bruce Lee-ben, az is egy felvilágosodás volt számomra, hogy akkor talán jó úton vagyok. De ez nagyon régen volt, most már azóta azért jobban érzem, hogy megtaláltam az utamat, és jó úton vagyok. Nem szeretnék Bruce Lee lenni. Nagyon tisztelem, és nagyon nagy dolgokat vitt véghez, de én most úgy érzem, hogy eljutottam arra a szintre, hogy eljutni az ő szintjére, és hogyha lehetséges, mert ugye én még fiatal vagyok, és még érek, akkor amennyire tudom föltolni a korlátaimat, és kiderül, hogy mennyire jutok. Dávid Módra. Ehhez Dávid kívánok Módra. Nagyon-nagyon sok erőt. A hozzáállással nincs gond, én azt gondolom, a mentális egészséged rendben van, nagyszerű mestered van, a mesternek nagyszerű tanítványa, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Nagyon tanulságos volt ez a beszélgetés. Én azt hiszem, hogy a köznapi életben is azok a gondolatsorok, amelyeket most meghallgathattunk a kung fu kapcsán, bizony életet adhatnak mindnyájunknak. És köszönöm, és sok sikert mindnyájatoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Hegedűs Ferenc volt és Tátrai Dávid, aki egy csodára készül, és bízunk benne, hogy majd ideje korán be tudunk számolni arról is, amiben azt hiszem, hogy én hiszek, hiszen Bruce Lee csodája visszatér, ráadásul Tátrai Dávid szívében, tetteiben. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.